Fővárosi szinten is egyedülálló pánikgombos segítségnyújtásra alkalmas eszköz van a kispesti idősek és rászorultak használatában. Jelenleg 220 ilyen készülék működik, ebből 40 eszköz már GPS alapú, azaz a rászoruló idős már nem csak otthonában tudja használni. Egy ilyen készüléket vehetett át Király Péterné is. A találkozón részt vett Gajda Péter polgármester, Mincek György alpolgármester, valamint Balázs Piroska, a segítőkész kispesti gondozószolgálat vezetője. A rendszer működtetésére évente 25-30 millió forintot költ az önkormányzat, 90 év fölött ingyenes, másoknak pedig szociális rászorultság alapján a havi rendszeres jövedelem 1%-ába kerül. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kiemelt szociális szolgáltatása az önkormányzatnak már több mint egy évtizede.